Tudják, hol vagyunk? Ez a gömb majdnem megjárta Brüsszelt, a névadója Amerikát. De mi mégis a Balatonnál vagyunk, ez Balatonboglár és a gömbkilátó. Sokan úgy tudják, hogy az 1958-as brüsszeli világkiállításra készült el Brüsszelbe, de végül kiderült, hogy nem. Igaz, hogy a belga főváros modern jelképe a világkiállításra acélból emelt atomjúihlette, de a magyar kistesó néhány évvel későbbi. A gömb egyébként, amit egy fiatal mérnök csapat, az akkori Székesfehérvár fémmunkás vállalat csapata készített, viszont alumíniumból, és 15 méter az átmérője, és 240 háromszög lemezből rakták össze. Eredetileg fedett volt, ponyva borította, amit aztán később lebontottak róla. Magyarország 1956 elején pályázott a brüsszeli világkiállításra, és a szervezőbizottság Bulgáriával közös területet jelölt ki nekünk. Bulgária visszalépett, és arra sem lehetett számítani, hogy közbe jönnek az 56-os sajnálatos események. Tehát a tervezés az már a forradalom leverése és a megtorlás idején keletkezett, ezért iszonyúan fontos volt a magyar országimás szempontjából. Természetesen könnyedség, elegancia, hasonló fogalmak mellett tervezték meg a brüsszeli világkiállítás magyar területét. Volt itt Kovács Margit kerámia, magyar nóta, Lakatos Sándor zenekarával, csárda vendéglátás. A főtervező Gádoros Lajos pedig egy központi épületet épített, és érdekes módon, miután a kiállítás véget ért, az, amit ott mintának, ideiglenesnek szántak, Magyarországon részben valósággá vált, mert hazahozták őket. Egyrészt a Gádoros féle központi épület az irodaházak és áruházaknak a modell mintájává vált, és a képzőművészetben is az addigi teljesen klasszikus szocreált leváltotta ez a kicsit lájtosabb szocmodern. Az atomium által ihletett gömböt pedig néhány évvel később, 1963-ban állították ki először. Budapesten a Budapesti Nemzetközi Vásár egyik központi épülete lett, méghozzá az idegenforgalmi hivatalé. Aztán még később, 1966-ban a Somogy megyei tanács vásárolta meg, és akkor került ide Balatonboglárra. A várdomb a múlt század elején még gyakorlatilag teljesen kopasz volt, nem véletlenül nevezték kopaszdombnak. Amikor aztán a két háború között a település földbirtokosa és előjárója Gál Gaston beültette ezekkel a fekete fenyőkkel. Amikor a 60-as években ide került a gömbkilátó, akkor még ugyebár ponyvával került ide, de hamar kiderült egy éven belül, hogy sem a ponyva nem bírja ki az itteni szélőkéseket, sem az a későbbi terv, hogy esetleg beüvegeznék. A 15 méteres alumínium szerkezet még így nyitottan is be tud lengeni egy-egy erősebb szélrohamra, de azért elég ügyes konstrukció. Azért az évtizedek alatt sokat romlott az állapota, többször is fel kellett újítani, legutoljára 2012-ben. A 70-es években új nevet is kapott, Xanthus Jánosról nevezték el, aki egyrészt a budapesti állatkert megalapítója volt, etnográfus, főleg Amerikában, és mellesleg, illetve itt nem mellesleg, a Somogy megyei nemzetőrségnek a 48-as vezetője. A domb, ahol vagyunk, ez a kopaszdomb, vagy korábbi várdomb, 165 méter, tehát 165 méter magasan vagyunk, a déli parton, ahonnan egészen különleges és ritka a kilátás az északi partra és az északi part tanúhegyeire.